Sziasztok, itt vagyunk Gáspár Lacival a Beach Girl középdöntőjén. Milyenek voltak a lányok, hogy tetszettek? Tetszettek, szépek voltak. Volt olyan, aki, volt olyan is, aki tetszett. Ez milyen? És volt olyan, aki nem tetszett? Olyan nem volt, aki nem tetszett, csak aki mondjuk kevésbé tetszett, olyan volt. De nálam nagyon kijött az, hogy megvolt az első 3-4 helyezett. Őke Barna. Nálam megvolt a kontraszt. A hajszínekre nem is emlékszem, én nem azt nézem egy nőn, hogy milyen színű hajad. Ezt akartam pont kérdezni, hogy mit nézel meg egy nőn. Ha most elfordulni, nem is tudom, hogy milyen színű hajad amúgy. Most már tudom, de én nem vigyek arra. Én az összhangra figyelek. De biztos van olyan, amit a legelőször megnézel. Tényleg az összhangra. Nekem nagyon fontos az, hogy milyen a kisugárzása is. Hát hiába szép valaki, szép az arca, meg jó az alakja, hogyha nem tudja hordani. Azt szoktam mondani, hogy jó az alakod és jól is hordod. Hát az, hogy viseli a saját testét. Vagy meg az, hogy milyen a kisugárzása. Fontos nekem az, hogy milyen az alak, a kicsit erék, fenék, comb, boka, vágy, az egész láb nagyon fontos. Meg minden egyébként. Talán a legkevésbé a mellek. Voltam el? Igen, mert azt már mindenki meg tudja csináltatni, azt nem is lehet tudni így hirtelen, hogy most az mi van azzal, onnan van. De egyébként a derekat, a csípőt, a combot, a várdit, azokat a dolgokat, a bokát, azokat nem lehet, meg az arcot, azt nem lehet, csak jó arcot is lehet, de az nem annyira szokványos. De egyébként, amikor ott eljöttük a lányok, és akkor volt olyan, akire mondtam, hogy aranyos is. Nem csak szép, hanem jó fej, aranyos. Látottam, hogy mozgott, meg mit tudom én. Hát ez fontos. És tehát így ránézésre szoktál valakit megítélni? Nem lehet valakit ránézésre megítélni, de viszont elképzelni lehet, hogy vajon milyen lehet. És azt mondom, hogy jó emberismerő vagyok. Hát általában most már elég rutinis vagyok abban, hogy nagyon sok emberrel találkoztam már, nagyon sok fél emberrel is, nagyon sok emberrel beszélgettem is. És azt elmondottam, hogy ami ennek az első benyomás alapján gondoltam, nem sokszor csalódtam. Akkor az jó dolog, hogyha jó emberismerő vagy. Térjünk egy kicsit. Igen, azért is fontos, mert tudom, hogy kinek mit mondhatok, mennyit. Mert nagyon szeretek őszintén beszélni, szeretek őszintén lenni, szeretek beszélgetni, csak azt tudom, hogy kivel mennyit lehet, azt valahogy érzem. Akkor kicsit térjünk a zenére. Mi a helyzet? Mi a helyzet? Nagyon szeretem mindig zenélni, énekelni. Csináltam ebben az évben is, hogy 3-4 videoklipet, új dalt. Hát egyre nehezebb átnyomni, áttolni, de azért tolom. És a tehetségkutatókkal kapcsolatban mi a véleményed? Hát nem olyan, mint régen volt. Tehát most már nagyon sok van, ez most egy ilyen műsorág lett. Hát ugye van a híradó, ami mindig kell, mindig van. Vannak a, mit tudom én, a gyereknek a rajzfilmek, vannak az esti krimik, vannak a tehetségkutatók is. Ez most már ilyen lett szerintem. Hát most már nincs olyan nagy hangulat, amit régebben, mert hát egyik követi a másik. Amivel jelentkeztem 9 éve, nagyon-nagyon-nagyon más volt. Ez tényleg mindenki nézte, olyan volt, mint egy foci VB. A kivetítőkön azt nézték mindenhol. Sörözőtől kezdve mindenhol. Mert akkora ereje volt, hogy ott tényleg az volt, hogy itt csak a hang számít. Nem számít, hogy most valakinek eltört a lába előtte, vagy valakinek beteg az anyukája, vagy a mit tudom én, vagy hogy nem ez számított, nem ez hangsúlyozták ki, hanem az, hogy kinek milyen hangja van, és ki mit tud nyújtani a színpadon. Nem tudod, honnan jöttél, hogy nézel ki, semmi, csak az, hogy milyen hangod van. Ezt már nem nehéz lenne elmondani mostanában, mostaniakra. Hát igen, erre inkább nem mondanék semmit, úgyhogy... De egyébként a kikinek gratulálok. Jó, hát akkor ezzel zárjuk is szerintem a beszélgetést. Hát jó szórakozást neked az este folyamán, és akkor reméljük, hogy hallunk még felőled. Úgy legyen, köszönöm szépen, sziasztok! Ha profi fotókat szeretnél, választ Kasszás Bencét. kasszásbence.hu objektívfotó.hu. Hogy mindig pontosak és divatosak legyünk, partnerünk divatórák webáruháza.hu. Kövess minket Facebookon is! Média partnerünk